se a náci Németország gyakorlatilag propaganda hivatallá nevezte ki ezt az épületet, és egyetlen egy ember maradt itt, a gondnok, a fűtő, aki nagy valószínűséggel azért tudott itt maradni ebben az épületben, mert az épület elég nagy, és elég bonyolult volt a fűtés rendszere, és ő volt az egyetlen egy ember, aki értett hozzá. És akkor találta ki Zima úr, hogy a pincében, ahol a szenet tárolták, ott a legesleg hátsó részben a szenet úgymond előrébb hozta, és egy nagyon pici kis zugot alakított ki a szén mögött, ahova el tudta bújtatni először még csak 3 vagy 4 embert, de gyakorlatilag a következő fél év során, 3/4 év során összesen 13 embert bújtatott itt. Egyébként a Zima úr kifigyelte, hogy minden nap van egy 5-10 perc, amikor a nagykövetség Szegfű utcai részét nem őrizték a katonák, és ő ezt a pár percet használta ki, hogy behozza őket az épületbe. Először megrettentek, hogy miért viszi őket úgymond a gonosz karmai közé, de ő mondta, hogy bízzanak benne, ő ezt kitalálta, és így is lett. El tudta őket rejteni hátul. Háború idején ugye nem volt annyira egyszerű az élelmiszerhez sem hozzájutni, pláne feltűnő volt, hogyha valaki több élelmiszert vásárol, úgyhogy ezekkel mind-mind-mind meg kellett küzdeniük, de hál' Istennek sikerült, és mindenki, akit itt bújtatott, soha nem találták meg őket a nácik, és mindenki megmenekült. És miközben ezt a történetet dolgozta föl, kiderült, hogy az egyik itt megmenekült embernek az édesapja az, akik után ő eredetileg nyomozott, és így lelt rá erre az újabb szálra, és elkezdte fölgöngyölíteni ugye Izraelen keresztül.